A kormány megbízott az eseményen stábunknak elárulta. A diákmunkát országszerte hazai költségvetési forrásból finanszírozza az állam, melynek keretében 16 és 24 év közötti nappali tagozatos diákokat lehet foglalkoztatni a nyári szünetben. Míg korábban csak az önkormányzatok előtt volt nyitva ez a lehetőség, azonban ez mára megváltozott. A vendéglátás, illetve a mezőgazdasági tevékenységi körrel bíró vállalkozások is tudtak alkalmazni nyári diákmunkásokat. Ez egy igen sikeres támogatási forma, minden évben 1000 fő fölötti azon Csongrád megyei diákok száma, akik munkát vállalnak. Ugye itt a időtartam is változó lehet, akár egy hónapig is tudnak dolgozni, de akár két hétig is, ahogy az idejük és energiájuk engedi. Itt a makói járásban 200 fő fölötti ezen nyáron a diákoknak a száma, akik támogatott munkavállalással dolgozni tudtak. A Csongrád megyei kormányhivatal és a makói járási hivatal vezetősége pedig úgy döntött, hogy mivel ilyen sokan jelentkeznek munkára minden évben, így egy elismeréssel köszönik meg a szorgalmukat a legelhivatottabb diákoknak, akiket a munkáltatói ajánlások alapján választottak ki. Idén Farkas Viktória Maja, Vizi Viktória és Német Brandon részesültek ebben az elismerésben. A fiatalok saját bevallásuk szerint nagyon várták már, hogy betöltsék a 16. életévüket és munkába állhassanak. Ahhoz, hogy nyáron bárhova el tudjak menni, úgy éreztem, hogy nem váratok mindig a szüleimre, hogy mindent ők fizessenek ki. Ők is ösztönöztek, hogy menjek diákmunkára, és így a Makóváros önkormányzathoz bementem, és érdeklődtem, hogy esetleg lenne valami munka. Ők ajánlották, hogy családfoltán van üresedés, hogy oda mehetek, ha nem lenne gond, hogy bebuszozzak, én mondtam, hogy nem probléma. És így ott dolgoztam irodában, mint adatrögzítő. Azért szerettem volna nyáron dolgozni, mert ugye nyáron vannak a fesztiválok, szerettem volna zsebpénzt keresni, hogy el tudjak jutni, és így mentem a Turing-Palm irodába. Ott dolgoztam egy hónapot, ahol igazából irodai munkát végeztem. Apátfában voltam a faluházban a könyvtár részén, és hát ilyen kisegítő voltam, fénymásoltam, papírokat intéztem, meg ilyen hasonló dolgokat. És hogy tetszett, milyen élménnyel zártad? Nagyon tetszett, aranyosak voltak, és segítőgészek. A diákok stábunknak azt is elárulták, nagyon örültek ennek az elismerésnek, hiszen ez azt mutatja számukra, hogy sikeresen helytálltak az első dolgos hétköznapjaikon.